Szép estét kívánok, köszöntöm Paletta Magazin műsorunk valamennyi nézőjét. Négy helyszínre invitáljuk Önöket mai adásunkban. Elsőként a Harmónia Albenzis rendezvény sorozatának legutóbbi állomására jöhetnek el velünk itt a virtuális palangolás során. A Harmónia Albenzis program sorozat népszerű rendezvénye évek óta a székesfehérvári zenei életnek. Folytatódott a Harmónia Albenzis, az Alba Régia szimfonikus zenekar által életre hívott templomi hangverseny sorozat. A Ciszterci templom vendégeként a Junior Prima Díjas In Medias Brass részfúvós kvartett koncertjén hallgathatta meg a nagy érdemű, és átélhette, milyen is az, amikor a tehetség, az alázat és a nemzetközi szintű mesterségbeli tudás kézenfogva jár. Nagy öröm az az Alba Régia szimfonikus zenekartól, hogy ismét Székesfehérváron fogadhatja a Junior Prima Díjas In Medias Brass csapatát, és hogy itt a Ciszterci templomban ezen a mai napon barokk muzsikával készülnek. Ja, nagyon várjuk a programot, így a barokk év kapcsán is örülünk, hogy ezt a koncertet összeköthetjük a város kulturális eseményével. A klasszikus muzsika kedvelői a koncerten is megtapasztalhatták, hogy az In Medias Brass tagjait művészi és technikai felkészültségüknek köszönhetően egyszerre jellemzi a virtuózitás és a meghittség. Repertoárjuk a korai reneszánsztól kezdve különleges klasszikus zenei átiratokon és részfúvós kvintetre írt műveken át egészen a legfrissebb kortárs művekig terjed. Az elmúlt években törekedtünk arra, hogy ne csak más nagy elődök, nagy együtteseknek az átiratait, népszerű részfúvós műveit játsszuk el, hanem mi magunk is kialakítsunk egy saját olyan repertoárt, amely alapvetően átiratokból áll, de ez az általunk kiválasztott, adott esetben általunk felfedezett részfúvósok által nem igen játszott művek. Ma este is lesz ilyen alkotás, például Corelli karácsonyi koncertója, ami alapvetően monozenekari mű, barokk vonószenekari mű, és mi ezt átdolgoztuk részfúvós ötösre, és sok vonós, például a budapesti vonósokból barátaim mondták, hogy hát ez nagyon jól szól, és szól úgy akár, mint egy vonós zenekaron, vagy hát más persze, de mégis nagyon izgalmas és érdekes, úgyhogy nagyon fontos ez számunkra, és az is nagyon fontos, hogy játszunk kortárs magyar szerzőket, olyanokat, akik nekünk komponáltak, de olyanokat is, akiket adott esetben méltatlanul feled el a szakma. Nagyon jó műveket írtak, és mégsem játszanak. Így most az elmúlt években nagyon sokat foglalkoztuk Szokolai Sándornak az életművével, akinek egy nagyjából 45 perces repertoárja van részfúvós kamarazenére, amit a duótól a 12 harsonás nagy együttesig. Ezeket fölvettük, hamarosan megjelenik ez a CD, valamint most készítettünk belőle néhány videót, amiknek a vágása tart a Szokolai Örökösökkel együtt, úgyhogy számunkra nagyon fontos az is, hogy ne csak a régi zenékből készítsünk jó átiratokat, vagy saját átiratokat, vagy készítessünk, hanem kortárs, vagy pedig 20. századi magyar zeneszerzőket is játszunk, és akár újra felfedezzünk. Stílus teremtő szándék, tehát tetten érhető, és ezt tartalommal megtölteni egy rendkívüli kihívás. Mennyiben kihívás egy templomi koncert, hiszen ez mindig más, nem csak a méltósága miatt, hanem általában a szakrális környezet is mást kíván. A részfúvós hangszereknek nagyon jól áll a templomi környezet, nagyon jól tudnak szólni egy ilyen környezetben, orgonaszerű hangzás is elérhető akár. Ugyanakkor nagyon nagy veszélyeket rejt, pont az akusztikai háttér miatt, hogy adott esetben az érthetőség, az artikuláció az könnyen a vízhangban, az utózengésben csorbát szenved. Számomra nagyon fontos az, hogy templomi koncerteket is játunk, és nem csak azért, mert a részfúvósnak jól játszik, én magam hívő ember vagyok, és nagyon szeretek ilyen szakrális térben játszani az együttesemmel. Az együttesben nem vagyok egyedül a hitemmel, hála Istennek, úgyhogy ilyen szempontból is nagyon szoros a kötődés egymás között. És hát valóban számunkra ez nem csak egy szép mű, hanem mint ahogy most a konferálásban is van, hogy hozzáteszem azt az adott olvasmányt, amit Bach, amire Bach írta, például mondjuk például az Ébredj szólít a hang, a Wahet auf Ruftusis Rimme olvasmányát, amit ugye nem szoktunk általában tudni, hogy 1731. november 25-én mi volt az olvasmány, és akkor hát most ebbe egy kis ízelítőt szeretnék adni. Ez egy bibliai részlet lesz a Thesszaloniki levélből, úgyhogy így az üzenettel is talán tudjuk párosítani ezeket a gyönyörű műveket. A koncerten bebizonyosodott, hogy a zenekar fontosnak tartja, hogy minden egyes koncertjük értékes legyen, és a közönség ne csak rácsodálkozzon a részfúvós hangszerek rejtette lehetőségekre, de valódi és emlékezetes zenei élménnyel gazdagodhasson.
Csütörtökön Miklós Erika lesz majd a vendége a Harmónia Albenzis templomi hangverseny sorozatnak, a helyszín pedig a Ciszterci templom. Kápolnásnyékre látogatunk következő összeállításunkban, ahol újabb szoborral gazdagodott a Halász Kastély parkja. Magyari Zoltán egyetemi tanár a közigazgatás tudományának nemzetközi hírű iskolateremtő tudósa volt, és születésének 130. évfordulója alkalmából leplezték le hétvégén Blaskó János bronzból készült alkotását a kastélynak a parkjában. Magyari Zoltán a közigazgatás tudományának nemzetközi mércével mérve is kimagasló, iskolateremtő egyénisége. Születésének 130. évfordulója alkalmából avatták fel Kápolnásnyéken Blaskó János szobrászművész alkotását. A bronzszobor karakterét három fotó alapján álmodta meg a művész, de az inspirációt Magyari Zoltán életpályája jelentette. Hát több dolog játszik közre ebben. Először is három fotó, amit kaptam Sík képviselő úrtól, El Simon Lászlótól, meg a felkérés, amit szintén tőle kaptam, és nagyon örültem neki. Beleillik abba a rendbe, legalábbis a munkásságom egy rendszerébe, az egyik oldalába, hogy olyan szobrokat csináljak, mint Magyari Zoltán. Olyanokról csináljak szobrot, mint Magyari Zoltán. Kezdődött ez 2000-ben egy királlyal Vácra, ahol is összeismerkedtem Szász Jenővel, aki akkor udvarhely polgármestere volt, Székely udvarhely polgármestere volt, és ott beszélgetve felmerült, hogy kellene oda csinálni egy hősök terét. A kükülő szálló előtt volt egy tér, ami hát elég ramaty állapotban volt, és azt kellett rendbe hozni. Na, ott készült 13 komoly magyar emberről portré, mindaz a polgármesteri hivatal kérésére, és aztán onnan indult el az, hogy kellene csinálni a magyar emberek számára olyan mérföldköveket, mint amilyen például Magyari Zoltán is, vagy Kós Károly, vagy Barta Miklós, vagy a hasonló kaliberű emberek, hogy a magyar emberek tudják, hogy nem az utolsó senkiháziak, hanem azért valami, van mögöttük valami, és van előttük valami, ha komolyan veszik a múltat, akkor lesz jövőjük is. Na most ehhez én szeretnék a magam szakmájával, illetve hivatásával hozzájárulni. Ez is beletartozik ebbe a rendszerbe, amiről most az előbb beszéltem. Sajnos tényleg három fotó van, és a három fotó három különböző emberről szól tulajdonképpen. Ha külön-külön nézzük, akkor nem azt mondjuk, hogy hát ez kicsoda, az kicsoda, az kicsoda, szóval három különböző embert mutat. Igyekeztem valahogy összehozni a háromból azokat a dolgokat, amik azonosak, és ezáltal a karaktert valahogy megmintázni és megalkotni. Remélem sikerült, nem tudom, hogy majd ha levesszük a leplet róla, akkor erről többet fogunk tudni. Az ön számára, mint alkotóművész számára, mi volt az, ami Magyarinak a karakterében inspirálta, vagy a munka közben? Nem is annyira a karakter inspirált, mert nem igazán egy olyan erős karakterű arc, nem fotogén arc igazán, hanem inkább az, aki volt. Van jelenleg egy kormányunk, nem akarok itten nagy tirádákat zengeni a dologról, de utoljára ilyen kormányunk akkor volt, amikor Magyari Zoltán volt, és Klebersberg Kunó volt, és Bethlen István volt a kormányban. Akkor történt a magyarsággal körülbelül ennyi jó. És ez elég inspiráló volt ahhoz, hogy ezt megcsináljam. Visszatérve a szoborra, mennyi idő alatt készült, illetve milyen anyagból? Hát először agyagban csináltam természetesen meg, aztán átkerült gipszbe, és a gipszből bronzba. És most egy bronzszobrot fogunk látni majd a szép kis kő posztamensén. És hát körülbelül ennyi az, amit az anyagáról tudok mondani. Magyari Zoltán szellemi örökségének felhasználásával készült el 2011-ben a közigazgatás fejlesztési program.
Maradjunk a Velencei tó partjánál, ahol a hétvégén újra dübörög majd az ütős fesztivál. Jöjjenek a program részletei. Ölvedi Gábor rögtönzött koncertje a Nadap nevű sétahajón adott ízelítőt a fesztivál hangulatából. A művészeti vezetőhöz csatlakoznak a hétvégén az ütős hangszerek kedvelői, és ehhez hasonló örömdobol elzárja majd a pénteki és a szombati éjszakát is. 2018-ban az ütős fesztivált az Ataru japán dobszínház fogja megnyitni, akik már visszatérő vendégek nálunk. Az egyik legnépszerűbb produkció volt, ezért is vannak mindig itt, zseniális. Amilyen showt tudnak csinálni, és ahogy kommunikálnak a közönséggel, egészen egyedülálló. Ez pénteken ők fognak kezdeni. Pénteken a második zenekar a Davai lesz, ami egy 9 tagú nagy színpados igazi fesztiválzenekar, akik saját dalokat és feldolgozásokat is játszanak egészen sajátos módon. Nagyon táncolható és őrültködős muzsika a Davai muzsikája. Az egyik legérdekesebb színfolt pénteken a pénteki zárókoncert lesz, amikor is a Kerekes Band összeállt Kikivel, az első emelet egykori frontemberével, és velük lesz egy nagyon érdekes, nagyon valószínűleg többek között humoros is a produkció. Szombaton szintén egy kiváló ütős együttes a Talamba fog bekezdeni délután. Attól után a Holdalap zenekar, egy nagyon szép világzenét játszó zenekar fog koncertezni, ami egy kicsit már népzenésebb, tehát hozzuk itt egy kicsit a magyar vonalat is, de a balkáni vonalat is, és a keleti vonal is bejön velük. Ők készítik elő a hangulatot Paja Beának és zenekarának, akik este 8-kor fognak, ő a főprodukciók, a főzenekar. 8-ra elraktuk, nem későbbre, hogy akik gyermekekkel vannak, ők is részt tudjanak venni, hiszen idén is nagyon, sőt, talán még jobban családközpontú a fesztivál. Szombaton pedig egy hatalmas roma bulival fogunk zárni a Parnograszt zenekarral, egy őrületes roma cigányzenei koncerttel zárjuk a szombatot. Vasárnap pedig ilyen formán nagyszínpados dolgok leállnak, viszont ezer más program lesz a Family Chill Day-ben, ahol szintén számítunk a családokra. Magáért beszél, azt hiszem, az a rengeteg kiegészítő kísérő program, amit összeszerveztünk. Az ütős fesztivál nagy színpados koncertjei mellett érdemes a kiegészítő programokon is részt venni. A családi együttlétet erősítő foglalkozások a zene és a tánc köré épülnek. Az ütős fesztiválnak egy alapvetése, hogy a közösségi dolgokra, közösségi folyamatokra épít, úgyhogy megpróbáltuk minden elemében magát a közösségi élményt megcélozni. Nyilván ehhez kell a közösség is, vagy a közönség. Ha ők együttműködnek, akkor ez meg fog történni. Milyen programokkal készültek a koncerteken kívül? Na, az esti koncertek mellett számos gyermek és családi programmal, sportprogrammal készülünk, lazuló, örömdobolós, közösségi alkotós dolgokkal. Cél volt az, hogy egy kicsit távol tartsuk azokat a programelemeket, ahova így bepottyantják a szülők a gyerekeket, vagy ahova így bepottyansz, tehát aktív részeseként tudsz jelen lenni a történéseknek. Ez volt a legfontosabb. Néhány programelemet emeljünk ki egy példaként, hogy mégis mire számíthatnak a családos emberek, hogyha kilátogatnak erre a fesztiválra. Hát idén valahogy belkebeleződtek az újrahasznosított hangszerek, az újrahasznosított eszközök, zajkeltő eszközök, úgyhogy a bere-bere játékműhelyel, illetve a barakú dobkörrel együtt nagyon sok olyan interaktív meglepetést tartogatunk, amiben azt reméljük, hogy maga a közönség fogja létrehozni a programfolyamot. Itt bicajokról beszélünk, mindenféle ütőhangszereknek dedikált eszközökről. A 3 nap folyamán azért elég erősen fókuszálunk a családokra napközben. Rengeteg gyermek programot szeretnénk a közönséggel megosztani. Játékműhelyekről, újrahasznosított hangszerekről beszélgetünk. Danny Bain meséivel szeretnénk tarkítani ezt a programfolyamot. Ő egy afrikai vonalon mesélő mesemondó, meseszövő, de lesz kölyök jurta, lesz festékdobolás, lesznek olyan interaktív hangszer és dobterek, amiket a gyerekek saját örömükre, szüleikkel együtt kipróbálhatnak.
Szombaton a tahiti táncokkal ismerkedhet meg a közönség, és az estet a Parnograszt őrületes bulija zárja majd, a vasárnap pedig a családi programoké lesz teljes egészében. Végül, de nem utolsó sorban a koronázási szertartás játékok kerül a középpontba, immár 6. alkalommal szervezik meg az idei nyáron Székesfehérváron az Árpádházi királyaink életét és koronázási szertartását megidéző liturgikus király legendát. A Paletta magazin stábja a darab rendezőjét, Cikora Jánost kérdezte a részletekről. Árpádházi királyaink koronázásának ünnepét idézi fel évről évre a szertartás játék, ezúttal az aranybullát megfogalmazó II. András koronázási szertartását és életét viszi színre Szikora János rendező. A történet gerincét három motívum határozza meg. Ennek az uralkodónak, II. Andrásnak azért az életében több kemény drámai mag is van. Az egyik, hogy messzebb ne menjünk, mindjárt Gert felesége Gertrúd, Merániai Gertrúd halála, a gyilkosság, egy olyan egész Európát abban a korban megrázó bűncselekmény, ami tulajdonképpen példátlan, mert királyokat azokat szoktak gyilkolászni. Királynőket nem szoktak gyilkolászni. Az, hogy Merániai Gertrúdot, ráadásul ugye egy német származású uralkodónőt megölnek egy összeesküvés keretében, ez sokkolta Európát. És bizonyos szempontból volt egy ilyen kellemetlen mellékzöngéje is ennek, hogy hát persze megint a magyarok, hát ez csak magyaroknál képzelhető el. De valójában Merániai Gertrúd gyilkossága, a valóság nagyon távol esik attól, amit mi tudunk. Tehát mi Bánkbán, Katona József Bánkbán, jó napot kívánok, és ennyit tudunk Merániai Gertrúdról, és áttételesen így II. Andrással való kapcsolatáról. A történelmi igazság ez ettől messze van. Nagyon nem szeretnék belebonyolódni ennek a részleteibe, de mégis ez a koronázás bizonyos szempontból ennek a kísérteties gyilkosságnak a körülményeit, meg a tisztázatlanságát szeretné jelezni. Tehát az nem olyan egyszerű volt, hogy elcsábították a Bánkbán feleséget, és akkor ő bosszúból összeállt az urakkal. A helyzet az ennél komplikáltabb. Hát aki eljön és megnézi, az majd meglátja, hogy tulajdonképpen mit is fed ez a szó, hogy komplikáltabb. Ez volt az első felesége. Még két felesége volt II. Andrásnak. Olyan férfiről beszélgetünk, akinek egész életében nagyon fontosak voltak a nők. Merániai Gertrúd, amíg meg nem ölték, egy nagyon erős karakánasszony volt, és aztán jött Jolanta királynő, majdnem 20 évig volt a felesége, tehát nagyon nagy idő, és aztán életem alkonyán egy nagyon fiatal lány, Beatrix, az olasz származású Beatrix lett a felesége. Beatrix-tól származik tulajdonképpen az Árpádház utolsó királyának a magja, tehát tulajdonképpen ez ebből a szempontból egy nagyon különös és fontos jelentése van. És hát, ahogy említetted is, Szent Erzsébet. Ha II. Andrásról beszélünk, ugye először is mindenki összevágja a bokáját, és azt mondja, hogy jó napot kívánok, aranybulla, természetesen 1222, köpjük, vágjuk, érettségi tétel. De nem csak ezért fontos az aranybulla miatt II. András, noha ne kerüljük meg, hogy amikor az aranybulláról beszélünk, akkor ez tulajdonképpen európai értelemben egy óriási jelentőségű. A Magna Carta után a második Európában, ami alkotmányjogi értelemben egy egészen előremutató, különleges dokumentum és szerződés, illetve tulajdonképpen a hatalom önkorlátozásának egy kodifikált momentuma. Gertrúdra visszakanyarodva, Gertrúdot gyűlölték a magyarok, ezen nincs mit szépíteni, de azért mégis szült 5 gyereket, és nem is akárkiket. Köztük volt például mindjárt 4. Béla, akinek aztán a tatárjárás
akkor meglehetősen komoly szerepe jut az ország újraépítésében, és ott van Szent Erzsébet. Szent Erzsébet egy egész különleges egyéniség. Olyan jelentőségű női szent, mint amilyen volt Assisi Szent Ferenc. Bizonyos értelemben kortársakról beszélgetünk, hiszen Assisi Szent Ferenc csak néhány évvel korábban halt meg, mint Szent Erzsébet, és ugyanakkor Assisi Szent Ferenc tudott az ő követőjéről, Erzsébetről, küldött is neki egy szerzetesi gúnyát, amit aztán nagy becsben tartva élete végéig hordott Szent Erzsébet. Csak érdekesként jegyzem, hogy ez az Assisi Szent Ferenc által küldött szerzetesi gúnya megvan. Ez egy 800 éves gúnyát képzeljünk el, és Párizsban egy ferencesek őrzik, nem adják oda. De el lehet menni, és meg lehet tekinteni. Tehát Assisi Szent Ferenc és az ő női inkarnációja Szent Erzsébet nem csak vallási, hanem szellemi értelemben is nagyon sokat jelentettek a középkor Európájának. Idén először két pólusú lesz a játék, az oltár részen a koronázás liturgiája játszódik, egy távolabb eső részen pedig Szent Erzsébet életének jelentősebb epizódjai elevenednek meg. Mihály Győző színművész a kezdetek óta részt vesz a produkcióban, idén narrátorként. Színházilag ez egy nagyon jó korszak szerintem. Ugyanakkor pedig azt tudom az aranybulla miatt, hogy nagyon szép életpálya, hogy nagyon sokat tett a magyarságért akkor András, azt tudom mondani. Mint narrátor pedig még nincs szövegem, de azt mondják, hogy nagyon sok van, de hát az akkor derül ki, amikor elküldik az anyagot, és akkor egy olyan a bemutató előtt, vagyis hát a próbák megkezdése előtt olyan 2-3 héttel szoktam elkezdeni a felkészülést. A gyilkos áldozatává lett első feleséget, Gertrúdot Varga Gabriella alakítja. Helyszín és az, hogy szabad ég, és egyáltalán ennyi ember előtt, és pont egy ilyen helyszínen, ez színészként ez mindenféleképpen kuriózum. Azon kívül azt gondolom, hogy nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy maga szerep sem mindennapi. Tehát nem egy átlagos nőszeméről van szó. Most én is megpróbáltam az utóbbi napokban egy picit utána kutatni, volt így az emlékeimben egy ilyen Katona József film, mert nem játszottam még, meg régen is láttam színpadon, tehát szinte egy ilyen iskolai olvasmány, ahol szinte ilyen, ha jól emlékszem, ilyen elég egyértelműen negatív karakter a Gertrúd. De számomra, hogyha ennyit mondhatok, hogy így az volt az érdekes, hogy nyilván, hogy miért jutott el odáig, hogy őt meg akarták ölni, mert aztán majd ez kiderül, gondolom, de hogy mennyire ambíciózus egy nő személy volt, hogy igenis bele akart szólni, ha jól tudom, második András döntéseibe. Tehát, és ha jól tudom, András ezt például nem is annyira ellenezte. Tehát számomra egy picit egy ilyen modern, mai házaspár. Szent Erzsébet szerepében Osváth Judit lesz látható. Koronázó érsekként Kört Vélyesi Zsolt lép színpadra. A címszereplőt második Andrást Sági Tamás alakítja majd. Elég gazdag az a történet, amit a magájának tudhat. Hát ez majd a próbák alatt fog igazándiból kialakulni. Hogyha János engem választott, nagyon remélem, hogy hát nagy érzelmek és izgalmas fordulatok váratók, azt hiszem, ebből az élettörténetből. Idén több újdonság lesz a programban. A Rákóczi Szövetséggel együttműködésben történelmi tábort szerveznek határon túli gyerekeknek, akik statisztálni is fognak az előadásban. Augusztusig Székesfehérváron minden hétvégén történelmi óriásbábos felvonulás segíti a hangolódást a produkcióra és a Királyi Napok rendezvénysorozatra. Kedves nézőink, ez volt már a Paletta Kulturális Magazin. Megköszönöm, hogy velünk tartottak, tegyenek így, legközelebb egy hét múlva kedden jelentkezünk majd. Viszontlátásra, szép estét kívánok!